cicó. Texasvárosban. Én és te, és a csapat nyomról el, majd cicó. Texasvárosban. Együtt rájövünk majd, ugye cicó. Texasvárosban. Nem vitás, hogy meg lesz a megoldás, cicó. Texasvárosban. Biztos rájövünk! Biztos rájövünk! Ugye cicó? Igen, cicó! Texasvárosban! Texasvárosban! Megoldunk minden rejtét a városban! Rejtélyek Texasvárosban! A rejtélyes ajándék! Valaki a padon hagyott egy csomagot. Vajon mi lehet benne? Szalaggal van átkötve. Ez azt jelenti, hogy ez egy ajándék. De kié? Üdvözlőkártya van rajta? Arról kiderül, kinek szánták. Nincs. Nincs rajta. Texasvárosi küldöbogár hírek! Bogi vagyok a Texasvárosi hírekkel. Élőben jelentkezem egy megállóból, ahol egy itt felejtett ajándék miatt egy kérdés merült fel cicóban. Így van, Bogi. Vajon ki lehet ez az ajándék? Ez egy rejtély, amit meg fogunk oldani. Igen! Lehet a menet? Akkor halljuk! Emberek. Maradjanak velünk, mert cicó és barátai megpróbálják megoldani a rejtélyes ajándékügyét. Bogi vagyok, és ezek a Texasvárosi hírek. Bogi, lép! Nyissuk ki, akkor kiderül, hogy mi van benne. Tessék, én leszek az olló. Nyisz, nyisz. Talán rájövünk, hogy kinek szánták, jó? Egon, nem nyithatjuk ki más ajándékát. Így van. Nem szép elrontani egy szülinapi meglepetést. Adtál egy remek ötletet, Hilda. Ha megtudjuk, hogy kinek van ma születésnapi bulija, akkor talán az is kiderül, hogy ki a rejtélyes ajándék. De Texasváros elég nagy cicó. Hol kellene elkezdenünk a keresést? Nézzétek, ott egy lufi. A szülinapokon mindig vannak lufik. Ez szép volt, cicus. A lufballon abból az irányból jött. Induljunk el arra, hát ha ott lesz egy buli. Gyertek! Az a ház olyan, mintha bulira készülnének. Lufik, szalagok, a ház előtt kocsik. Talán igazad van, cicus. Nézzünk körül. Boldog szülinapot, Jenny! Igen, bizony ez egy buli. Megtaláltuk! Bingo! Ez lesz az! Jól van. Ki szereti a csoki tortát? Én imádom. Kik ezek? Én tudom, cicus és cicó. És Egon és Hilda. Ne aggódj, nem vagyunk buli huligánok. Azért boldog szülinapot kívánunk, Geri. Csak a rejtét akarjuk megoldani. Igen. Ezt az ajándékot a megállóban találtuk, és ki akarjuk deríteni, hogy kinek szánta. Itt nem hiányzik egy ajándék. Hát nem is majd tudom. Majd én megmondom, hogy hiányzik-e. Dehogy is. Majd én. 1, 2, 3, 4, 5 ajándék. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Ha gyerek? Igen. Valaki tényleg nem hozott ajándékot. Kösz, Cico! Hey, várj csak egy percet, Dafke. Gerit nem kell számolni, mert ő az, aki kapja az ajándékokat. Bocsi, akkor mégsem innen hiányzik ez az ajándék. Azért köszönjük. Ha az ajándékot nem Gerinek szánták, akkor találnunk kell egy másik szülinapi bulit. Akkor jobb, ha sietünk. Nem hiszem, hogy sokáig kibírom, hogy ne nézzek bele a dobozba. Megmondom, mi van benne. Lehet, hogy egy csörgő kígyó. Tessék, fogd csak meg. Nekem nem kell, fogd meg. Fogd csak meg, te. Nem, te fogd meg. De! Ne aggódjatok. Senki nem adna csörgő kígyót szülinapra ajándékba. Honnan tudod, hogy ez egy szülinapi ajándék? Hát, van rajta ez a szalag, és színes papírba van csomagolva. Ezért gondoltuk azt, hogy ez egy szülinapi ajándék. De lehet, hogy mégsem az. Hé, ezt idáig észre sem vettem. Mi a mintáltál? Nézzétek a mintát a papíron. Ez a csecsemő dolgok. Ott van egy babacumi és egy babakocsi. Akkor ezt biztos egy babának szánták. Pontosan. Hol születnek a kisbabák? A Teszvészvárosi kórházban. Bizony. Talán ott megtudhatjuk, kinek született babája. Gyerünk, csapat, irány a kórház. Nem maradtok itt tortát enni? Hát, ha már megkérdezted, egy kis szelet bőven megfelel. Gyere, Hilda, meg kell oldanunk egy rejtét. Tegyétek félre, visszajövök. Segíthetek, gyerekek? Találtunk egy baba ajándékot, de nem tudjuk, hogy kinek szánták. Született mostanában kisbaba Teszvesz városban? Ami azt illeti, igen. Ez a hét elég zaklatott volt a Teszvesz kórházban. Nézd csak meg! Ó, jaj! Rengeteg a csecsemő. A rejtély megoldása, ha lehet, egy kicsivel még bonyolultabb lett. Honnan fogjuk tudni, hogy melyik csecsemőnek adjuk az ajándékot? Egonnak igaza van. Nincs már több nyomunk, Cicó. Ha csak, meg nem nézzük, hogy mi van benne. Egy iszantás is nyitva is. Nem, Egon, nem nyithatjuk ki az ajándékot. Az meg mi, doktor bácsi? Gyere, megmutatom. Tessék mondani, azok a csontok? Igen, ez egy betegem karja. Megröngeneztem, hogy lássam, nincs eltörve. De minden rendben van. Megröngenezte? Pontosan. A röntgengép különleges képet készít, aminek segítségével belelátok mások testébe. Na, hát ez nem semmi. Tehát megmutatja, hogy mi van oda bent. Így van. Ön szerint a röntgengép azt is megmutatná, hogy mi van ebben a csomagban? Ennek semmi akadálya. Add csak ide. Próbáljuk meg. Az a röntgengépben nem egy darab csontot sem mutatna ki. Miért nem? Mert nekem egy csontom sincs. Hát ez érdekes. De mi az? Ó, megnézhetnénk, doktor bácsi. Olyan, mint... egy nyalóka, illetve kettő. Az újszülötteknek nem szabad nyalókát adni, Egon, hiszen még nincsen foguk. Ezek itt nem nyalókák, inkább csörgők. Tényleg, csörgő van benne, igen. Nem csoda, hogy csörgött, amikor Poca megrázta. De miért kéne két csörgő egy gyereknek? Hogy nagyobb zaj csapjon. Két csörgő. Doktor bácsi, megnézhetném még egyszer a babák képeit? Hát persze, Cicó. Meg is van! Mi az? Bogi vagyok, és a hírekkel jelentkezem. Cicó, kiderült, hogy kinek szánták ezt a rejtélyes ajándékot? Azt hiszem, igen, Bogi. Nézd! Mindenkinél csak egy gyerek van.
De neki ikrei vannak. Két gyerek, két csörgő. Tarajos Tamara néni, 216-os szoba. Gyerünk, menjünk, kézbesítsük az ajándékot. Köszönjük! Köszönjük! Szívesen! Ó, de buta vagyok. Nálam volt a gyerekek ajándéka, amikor elindultam, de a kórházba jövet valahol elvesztettem. Ez lenne az? Ó, az ajándékom! Megtaláltad? Vajon mi lehet a csomagban? Na hát, két darab csörgő. Ó, nagyon köszönöm nektek. Nagyon szívesen. Én pedig nektek köszönöm. Nagyon szívesen. Nos, úgy tűnik, Cicó és barátaim megoldották az elveszett ajándék rejtélyét. Még az is lehet, hogy kibontották. Cicó, hogyan derítetted ki? Nos, elmondom, mi történt. Észrevettük, hogy a csomagoló papíron baba dolgok voltak, ezért elmentünk a kórházba, hogy kiderítsük, születtek-e mostanában kisbabák. A doktor bácsi megröngenezte a csomagot, és két csörgőt találtunk benne. Tarajos néninek most születtek kisbabái, ezért úgy gondoltam, hogy az ajándék az ikreinek lesz. Ilyen, Cicó! Mi és Cicó közös erővel megoldjuk a rejték idővel. Csapat Deszvesz városban. Jaj, jó hangosak az ikrek. Jaj, most mit csináljak? Talán ezek segítenek. Ez az ajándék mindannyiunknak tetszik. A rejtélyes levél. Szörmúk bácsi autóját mossuk, hogy pénzt gyűjtsünk a sulinak. Akkor jó sokat kell lemosnotok. Segíthetünk? Én imádok kocsit mosni. Dehogy is! Én imádok kocsit mosni. Úgy tűnik, mindketten imádtok autót mosni. Mindketten segíthettek. Ide hoznátok a locsolót? Majd én hozom. Nem, majd én hozom. Szia, bocsá! Egon! Én tartom a locsolót. Nem, én tartom a locsolót. Én fogom. Nem, én fogom. Nem én. Mi folyik én? Hoppá! Ti mit műveltek? Az autómat kéne lemosnotok, nem engem! Elnézést, Szörmúk bácsi! Miért van a fején bulicsákú? Nem tudom. Nem hinném, hogy éppen bulizna. Ez furcsa. Ennyi van a csaló! Hé! Sziasztok! Enyém! Elnézést, postás bácsi! Ó, nincs semmi baj. Jaj, ne! Mi a gond? Ezt nézzétek! Leázott a címzés, most nem tudom elolvasni. Fogalmam sincs, hogy kinek kéne kézbesítenem. Ó, hát ez nem jó hír. Megvan! Nyissuk ki, és kiderül, hogy kinek szól. Jaj, nem, azt nem lehet, Dafke. Más emberek leveleit kinyitni törvényellenes. Megvan! Nézzük meg a borítékon, hogy ki a feladó. Az meg mi? A feladóból kiderül, hogy ki küldte a levelet. Ha tudjuk, hogy ki küldte, megkérdezhetjük, hogy kinek küldte. Ez remek ötlet, Cicó. De nézd,
A feladót sem tudom elolvasni. Az is elmosódott. Ó, jaj, azt sem tudom, vajon ki írta. Ez pedig nagyon úgy hangzik, mint... egy rejtély! Meg fogjuk oldani! Testvesvárosi füldobogár hírek! Bugi vagyok a testvesvárosi hírektől. Mik a hírek Testvesvárosban, Cicó? Hát, a postás bácsinak ki kéne vinnie egy levelet, de nem tudja, hogy ki írta, vagy hogy kinek szól. Kinyomozzuk, hogy ki írta ezt a rejtélyes levelet. Hát a menet, akkor halljuk! Ki, mit, hol, miért? Ki, mit, mikor, hol, miért? Most együtt! Ki, mit, hol, miért? Ki, mit, mikor, hol, miért? Fogjunk össze! Ki, mit, mikor, hol, miért? Nem lesz több titok! Ki, mit, mikor, hol, miért? Nincs több rejtély! Ki, mit, mikor, hol, miért? Cicókám, te és mi! Hallottak először! Vajon Cicó és csapata megoldja a címzet nélküli levél rejtélyét? Maradjanak velünk! Bogi, lelép! Jól van. Most odaadom nektek a levelet. De hamarosan vissza kell kapnom, hogy még ma kivihessem. Találkozzunk itt, miután befejeztem a körömet, pontban 5-kor. Rendben, itt találkozunk! Nem sok időnk maradt a rejtély megoldására. Amúgy is sietnünk kell, hogy még az autót is le tudjuk mosni. Akkor csípkedjük magunkat. Lássuk, találunk-e nyomokat ezen a levélen. Akárki is küldte, imádhatja a sárga pöttyöket. Igen, ez itt az első nyomunk. Aha! És itt van még egy nyom. Egy piros folt. És vajon mi lehet az? Talán paradicsomszósz? Vagy piros festék? Vagy eperlekvár? Jaj, nem! Az a nagynéni kék! El kell bújnunk! Miért bújtatok el? Kedvesnek tűnik. Mert túl kedves. Mindig öleget meg csókolgat, fúj. A parfümjétől pedig szédülök. Végre látom a két kedvenc unokaöcsikémet. Tündérbogyog, annyira édesek vagytok, mintha csak tegnap lett volna, hogy pelenkában voltatok. Papa! Viszlát, nagynéni! Úgy tűnik, hogy most nektek lesz szükségetek a locsoló csőre. Mi ez az illat? Ennek virágillata van. De milyen virágé? Azt nem tudom. Ki kell nyomoznunk, hogy milyen virágére hasonlít ez az illat. Azt talán majd elvezet minket ahhoz, aki írta. Nos, akkor menjünk olyan helyre, ahol sok virág van. Menjünk a virágoshoz. Várjatok meg! Itt mindennek olyan finom az illata. Egyik virágnak sem olyan az illata, mint a levélé. De akkor mitől van olyan illata, mint a virágoknak szokott lenni általában? Néha az emberek is virágillatúak, ha parfümöt fújnak magukra. Igen, mint a nénikénk! Ez az! Az, aki a levelet írta, virágillatú parfümöt használ, ami rákerült a levélre is. Ezért van ennek a levélnek virágillata. Hé, ez egy újabb nyom. Mindjárt 5 óra van. Kifutunk az időből. Mindjárt találkoznunk kell a postás bácsival. Remélem megoldjuk a rejtét, mielőtt befejezi a körét. Rendben. Vegyük át, mit is tudunk. 1.
aki ezt a levelet írta, szereti a pöttyöket. Kettő, aki ezt a levelet írta, virágillatú parfümöt használ. Három, aki ezt a levelet írta, piros foltot hagyott a borítékon. De sajnos azt még nem tudjuk, hogy mi ez a piros folt. Ha? Oh-oh, megjött a postás bácsi. Már nem tudod időben megoldani. De megtudja. Dehogy is. De igen. Sziasztok, tündérbogárka. Vajon mi lehet ez a piros folt? Nos, Cicó, tudod már, hogy ki írta a levelet? Igen, postás bácsi, azt hiszem rájöttem. Tényleg? Úgy tűnik, megvan a megoldás a rejtélyünkre, emberek. Cicó, hogyan derítetted ki? Nos, Bogi, elmondom, hogy mi történt eddig. A virágosnál rájöttünk, hogy a levélnek azért van virágillata, mert néha az emberek virágillatú parfümöt használnak. Aztán, amikor Dafkét és Pocát a nénikéjük csókolgatta, pont olyan piros rúzsnyomokat hagyott az arcukon, mint amilyen az a folt volt a levélen. Emellett a nagynéni imádja a pöttyöket. Ha összegezzük az előzményeket, akkor minden a nagynénire utal. A néni adta fel ezt a levelet, ugye? Istenem, hát persze, hogy én voltam. Sikerült, Cicó, a rejtély megoldva. Mi és Cicó közös erővel megoldjuk a rejtély idővel. Te is rájössz majd. Ilyen, Cicó! Tessék mondani, kinek tetszett írni ezt a levelet? Hát Szörmók úrnak küldtem. Ma van a születésnapja. Ó, hát ezért volt rajta a buli csákó. Akkor kérem, hogy kézbesíthessem. Mi a fenét akar? Különleges küldemény. Nyuszik ugrálnak és madarak dalolnak, hogy megadják szépségét ennek a napnak. A méz nagyon édes és a cukor is az, de a legédesebb mégis csak te vagy. Boldog születésnapot, Szörmók úr! Boldog születésnapot, Szörmók bácsi! Köszönöm mindenkinek! Nem hittem volna, hogy az eszetekbe jut. És most, tűnés a felhajtómról! És gyertek be egy kis sütire! Nem azt mondta, hogy sütemény! Magyar hangok: Molnár Levente, Kardos Eszter, Sesták Szabolcs, Kapácsi Miklós, Gubányi György, Mezei Kitti, Kilényi Márk, Rudas István, Papucsek Vilmos, Bodrogi Attila, Kofler Gizi, gyártásvezető Gömöri Viktória, magyar szöveg Kozma Borbála, hangmérnök Jung Norbert és Pap Krisztián, szinkronrendező Gömöri V. István. A magyar változat a Minimax megbízásából a Subway Stúdióban készült. Produkciós vezető Kicska László.